A béreket és a családtámogatásokat is emelni fogja a kormány, erre utal Orbán Viktor Köcsei gondolatok címmel a közösségi médiában közzétett bejegyzése. A miniszterelnök a Köcsén elmondott beszédéből idézve azt írta, a kormányának egyik fő programja a családtámogatások értékének növelése lesz, de ugyanennyire hangsúlyos a kisvállalkozói program elindítása is. A miniszterelnök szerint egy ilyen volumenű gazdasági akcióterv előfeltétele az összehangolt gazdasági irányítás, ami szerint a jól halad. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy semleges gazdaságpolitikára van szükség. Barna folytatja. Nagyon szépen köszönöm Sebestyén Géza a vendégem, a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője. Üdvözlöm, tisztelettel! Jó napot kívánok! Én a béke költségvetéssel kezdeném. Nyilván az is benne van, hogy béke. Mi hamarabb, itt most az előbb Olaf Scholz német kancellárnak a véleményét is mondjuk, ő is ezt hagyja most, már legalábbis két napja. Ezt halljuk tőle, mi van a háttérben, nem tudjuk. Egy kicsit bontsuk meg ezt, bontsuk szét a békeköltségvetést. Tehát úgy értem, hogy bontsuk meg, hogy családtámogatások, béremelés és kisvállalkozói program. Alapvetően valóban az egyik fontos momentum itt, az egyik fontos kulcs szó az a béke maga, tehát nyilván a háború szempontjából is érdekes ez, de a gazdaság szempontjából is, hogy hogyan lehet egy harmonikus gazdaság, ahol már nincsenek ezek a visszahúzó erők, amik részben a háború következményei voltak, részben pedig egyéb faktorok miatt következtek be, hogyan lehet ezeken túllendülni. Nyilván láttuk a háború miatt mekkora áremelkedés volt elsősorban az energiaterén, aminek volt egy hatása a kamatlábakra is, de most már ez lecsengett. Most már az inflációnk az rendben van, a kamatok azok jönnek le szintén, és hogyan lehet a mostani környezetben egy gazdasági növekedést támogató költségvetést csinálni, ez a béke költségvetésnek a lényege. És valóban ugye ezeknek több szelete is van, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy az egész gazdaságnak jól kell működnie, hanem az egyes részeinek külön-külön is jól kell működnie. Egyik ilyen szelet az például a családpolitika. Itt valóban fontos az, ahogy ez elhangzott a miniszterelnök úr beszédében is, hogy a családtámogatások rendszerét az inflációval korrigált szinten emelni kell, tehát meg kell teremteni azt az alapot, ami eddig is nagyon jól szolgálta azt, hogy a családoknak az életkörülményei az elmúlt bő 10 évben jelentősen tudtak javulni. A másik fontos szelet az a kisvállalkozások támogatása. Itt is azt láthatjuk, hogy az elmúlt 10 évben a magyar kisvállalkozások versenyképessége folyamatosan javult, tehát hogyha a gazdaságon belül, a teljes GDP-n belüli arányát nézzük a KKV-szektornak, a magyar KKV-szektornak, az 10 éve stabil. Tehát nem zsugorodott, sok országban ez a helyzet, egyre kevésbé fontos szereplők a kis- és középvállalkozások, nálunk stabil tudott lenni az ő szerepük a gazdaságon belül, az ő GDP-ben betöltött arányuk. Ez is azt mutatja, hogy eddig is hatékony volt a KKV támogatás, de nyilván jövőben is fontos ez, és a beruházások támogatása, amire is hangzott, az is egy lényeges eleme lesz majd a béke költségvetésének. Plán annak fényében, hogyha megnézzük, hogy a magyar gazdaságban a GDP-hez a KKV-k, a kisvállalkozások mennyivel járulnak hozzá, és hány ember foglalkoztat? Pontosan, ugye mind a foglalkoztatásban, mind a GDP-ben fontos szerepük van a KKV-knak, és ezt meg is kell tartanunk, főleg azért kell megtartanunk egyébként, mert azt láthatjuk, ez nem csak magyar sajátosság, az egész világban ez így néz ki, hogy a nagyvállalati szektor az nagyon sokszor nem köthető egy-egy országhoz, különösen nem az adott országhoz, ahol éppen a cég az jelen van, tehát hogyha a magyar szereplők, a magyar munkavállalók, a magyar befektetők, a magyar vállalkozóknak a helyzetét szeretnénk erősíteni, akkor ezt mindenképp a KKV szektoron keresztül kell megtenni. Ez a bizonyos, ugye, ha egy forintot, illetve jelképes összeget mondok, egy valon el kell indulni, egy forintot befektet a vállalkozás, akkor az állam hozzáad még egy. Pontosan erről volt szó valóban a miniszterelnök úr beszédében, ami nagyon fontos kezdeményezés, hiszen egyszerre két dologról szól. Egyrészt egy komoly segítség a kis- és középvállalkozói szektornak, tehát amikor a beruházásékról dönteni kell, akkor az állam is besegít nekik, tehát könnyebben tudnak gépeket vásárolni, könnyebben tudnak fejleszteni, ez egy komoly segítség nekik. De a másik fontos következmény ennek az a összes többi szereplő szempontjából és a magyar gazdaság szempontjából látható, hiszen ha több a beruházás, akkor több lesz akár a foglalkoztatás is, jobban tudnak növekedni a bérek, magasabb lesz a magyar gazdaság teljesítménye, több lesz az adóbevétel, jobban tud akkor akár az oktatásban, akár az egészségügyben az állam szintén megjelenni. Tehát ilyen szempontból a gazdaság támogatása az vissza fog jönni, és ezek a pozitív hatások, ezek nem csak a KKV-szektort, hanem az egész magyar gazdaságot és az egész magyar ugye, lakosságot fogják érinteni. Menjünk hát egy picit
persze ehhez is kapcsolódik, amit miniszterelnök úr is említett beszédében, a gazdasági semlegességről beszélt, de kibontotta, ez csak egy gyűjtőfogalom, ugye, hanem itt megvan a finanszírozási semlegesség, beruházási, piaci, technológiai, energia semlegesség, ezt is szedjük szét. Így van, alapvetően arról van szó, amit a vállalkozói szektor, a vállalatok azok nagyon régóta tudnak, hogyha nem korlátozzuk le magunkat, akkor sokkal jobb döntést tudunk hozni. Tehát, hogyha minden opciót van az asztalon, és nem mondjuk azt, hogy csak ezek közül válogatunk, csak a sárga, vagy csak a kék opciók közül válogatunk, bármelyik opciót figyelme vesszük, sokkal jobb döntést tudunk hozni. És pontosan erről szól ugye a konnektivitás stratégiája is, ami azt mondja, hogy bárkit, nézzük meg, mikor finanszírozni kell magunkat, akkor bárki szóba jöhet, nézzük meg, ki az, aki a legolcsóban finanszírozza az országot, vagy akár egy konkrét beruházást. Amikor nekünk kereskedni kell más országokkal, akár importálunk, akár exportálunk, nézzük meg azt, hogy hol van a legjobb partner, akitől a legolcsóban tudunk venni, vagy a legjobb áron tudjuk eladni a termékeinket számára. Tehát ne korlátozzuk le magunknak azt, hogy kikkel kereskedünk, kitől fogadunk el finanszírozást, hanem mindenkivel kereskedjünk, mindenki legyen ott az asztalon, és válogassuk ki azokat a szereplőket, akikkel a legjobb üzleteket tudjuk kötni. Egyébként ugyanezt csinál minden sikeres ország, ugye ez az Európai Unió sajátossága, hogy saját magát próbálja néha lekorlátozni olyan szempontból, ami saját magának lesz napnak a végén káros. Úgy is mondta a miniszterelnök, hogy attól, hogy két ország nincs jóban, nincs túl jóban, attól mi egyenként mind a kettővel jobban lehetünk. Hát a piacra is úgy megy az ember, hogy megáll az első kófán, és megveszi a petrezs, a paradicsom, meg mindent, körbejárunk. Pontosan, erről van szó, és ugye ez a józan parasztész, mondhatnánk, tehát tényleg, amit a gyakorlatilag a kisember az ösztönösen tud, hogyha van egy jó lehetőség, valahol van egy olcsóbb termék valahol, akkor azt fogom majd megvenni, és nem fogom magam felhúzni az, hogy nem tetszik esetleg a pólója az eladónak. Pontosan ugyanezt kell egyébként ország szinten is ezt a stratégiát kell követni, és ez a stratégia az, amit minden sikeres ország egyébként követ. Hálásan köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.